Körülbelül fél évszázada annak, hogy a református iszákos mentő misszió ott van, elérhetővé vált, rendelkezésére áll mindazoknak, akik szabadulni szeretnének a függőségükből. Siklós József lelkipásztor volt az, aki tulajdonképpen már a szívében és az imádságában melengedte ezt az ügyet, és amit ő maga meg tudott tenni a szenvedélybetegekért, már ő tette addig is. De tulajdonképpen egy találkozási pont volt, elsősorban az, hogy Isten akarta. A társadalom rájött, hogy van alkoholista, és nem tud az állam mit kezdeni velük, az egyház pedig kész volt igent mondani. Tulajdonképpen így alakult meg hivatalosan a református egyházban az iszákos mentő misszió, és meghirdetett alkalmak voltak, ahova a gyülekezetek küldhették a szenvedélybetegeket, és egy lelki gyógyító programot kaptak, ahol lelkészek szolgáltak, és kezdetektől fogva mindig keresztény orvosok szolgáltak a misszióba ezeken a gyógyítókon, egyrészt az ismeretterjesztéssel, de maguk is, mint hívő emberek. És ez mai napig így van, hogy az egészségügy ott van körülöttünk, közelben együtt végezzük ezt a szolgálatot, hogy azok az emberek, akik hozzánk kerülnek, eljussanak egy új életre. Nem jó érzéseket kelt az emberben az a fogalom, hogy függőség. Valahogy így van azoknak az embereknek az élete is, akikben kialakult bármivel kapcsolatban egy függőség. Szálak tapadtak rájuk, már nem ők azok, akik meg tudnak szabadulni ezektől a kötelékektől, szálaktól akkor, amikor akarnak, és ez bekövetkezik, akkor függőségről beszélünk. A szenvedélybetegség az többféle betegségből álló betegségcsoport, amiben vannak olyan függőségek, amiket azért jobban ismernek, mint a kábítószer, az alkohol, a nikotin, és amelyiknek valamilyen tudatmódosító hatása van így vagy úgy, amire, ha valaki ilyen egyszerűen mondom, rászokik, kötődik hozzá, ráadásul a különböző lelki gondjaiban egy megkönnyebbülés, stresszoldást jelent, akkor olyan kapcsolat alakul ki a szer fogyasztása és közte, hogy amikor már nem akarja, akkor is fogyasztja. Azok az emberek, akik ebben a függőségben vannak, szinte barátjuknak érzik már ezeket a láthatatlan kötelékeket. Maga a gondolat, az az első gondolat, hogy talán szabadulhatok a kötöttségeimtől, a rám rakódott terhektől, akkor, ha ezt a baráti hangot akár az alkoholnak, akár valami másnak a függőségét tapasztalom. Mindenki lehet szenvedélybeteg, nem mondhatom, hogy én soha. Mindenki kerülhet olyan élethelyzetbe, amikor nem találja hirtelen a megoldást. Van, aki jó dolgában lesz szenvedélybeteg. Az ember, hogyha nincs rá jó eszköze, akkor rossz megoldást választ, és ilyen a depresszió, mint menekülés, ilyen az alkohol, mint egy pótszer, mert hogy az alkohol meg mindenütt ott van. Ez egy például egy kapcsolati háló az életbe. Különösen Magyarországon lehet, azt mondanám, hogy meghívlak egy pohár vízre, beszélgessünk egy jót, akkor gondolnák, hogy a pszichiátrián van a helyem, hogy hogy lehet ma Magyarországon ilyet mondani, pedig egy pohár víz mellett is nagyon jól lehet beszélgetni. Mindaddig nagyon nehéz ebből a helyzetből kikerülni vagy kilábolni, amíg valaki maga is nem akar igazán szabadulni ebből a kötöttségből, és rá nem jön, hogy egyedül nem lehet. Azt gondolom, hogy ez az a pillanat, amikor az emberek elkezdenek segítséget kérni. Szeretnék szabad lenni, szeretnék valami újat kezdeni az életemben, hogy lehet. Még azelőtt kellene segítséget kérni, mielőtt rájönnek, hogy nem tudják ezt kezelni. Hozzátartozó bárki kereshet minket, illetve hát a mi társszervezetünk, a Magyar Kék Kereszt Egyesület, az egy keresztény civil szervezet, ő működteti Dömösön alapvetően a Református Egyház iszákos mentő missziójának a támogatásával azt az egészségügyi és szociális intézményt, ahol folytatódtak tulajdonképpen egy helyen azok a kezdeti egyházi konferenciák, mint gyógyító hetek, gyógyító programok, vagy utógondozó programok, ahol bent lakással 2-3 hétig segítséget adunk, ami elsősorban lelki segítség. És akkor ott a munkatársak döntenek arról, hogy kit hogyan tudunk
segíteni, illetve fölvenni egy-egy ilyen programra. Ez ugyanúgy orvosi beutalóval jár, mint minden más egészségügyi intézménnyel, ugyanúgy kap valaki zárójelentést, ez nyilván azt a segítséget jelenti, hogy állami támogatással tudja igénybe venni a segítségünket, de a program tartalma az nem olyan, mint egy kórházban. Azt gondolom, hogy a legfontosabb az ennek a missziónak a létezésében, hogy olyan hiteles emberekkel lehet itt találkozni, akik nyíltan tudnak arról beszélni, hogy van újrakezdés, lehet egy egészen újat kezdeni, lehet szabadulni. Tulajdonképpen az alapvető programja Istennek a szava, amit hisszük, hogy gyógyít. Lelket, testet, életet, és ezt hirdetjük. Mi a szenvedélybeteget vagy depressziósokat szólítjuk meg Isten szavával, keresve azt, hogy ki az Isten, ki vagyok én, és hogy lehet kapcsolatba kerülni vele, és hogy kezdődik egy új élet Istennel. Gyakorlatilag erről szól a nap egészen. Énekekkel, imádsággal, sok beszélgetéssel, időnként egy film segítségével. Azok a barátaink, testvéreink, akik már meggyógyultak nálunk, vagy máshol is, de Isten igéjével gyógyultak, ők elmondják az életüket. 27 éve ismerkedtem meg a misszióval, alkoholista voltam, és a Dömösi intézménnyel ismerkedtem meg, oda vittek fel a testvéreim, és ott kaptam szabadulást, a Jézus Krisztus megszabadított, és azóta járok ide az Alagi térre. Nekem a csodaszom mindig olyan idegen volt, én tökéletesen hitetlenül, és akaratom ellenére kerültem Dömösre, mint később kiderült, a volt, és most már jelenlegi feleségem más elé imádkozott azért, mert én is alkoholista voltam, és én úgy voltam vele, hogy hát szóval, ami nincs, azzal nem foglalkozom, tehát az Istennel is így voltam, és én voltam a legjobban megrökönyödve, amikor ugye még hajnalban a Marmokannában kiürítettem. Én meg voltam győződve, hogy velem nem fogott semmi történni, én azért mentem, hogy fizikailag összeszedjem magam, és tovább tudjak inni normálisan, mert már ugye a szervezet nagyon tiltakozott reggelente a bevitel ellen, és nekem, én ahogy betettem a lábamat Dömösre, a minden órás, mert akkor már szinte minden órás hívási kényszerem volt, egyszerűen elmúlt. Ugye a konkrét történet, amit legjobban ismerek, az az én életem. Nem feltétlenül azért, hogy miből gyógyultam én, de én is gyógyultam. Tehát, hogy föl kellett a saját életemben is, és ebben a misszió segített fölismerni a függőségre való hajlamot, ami mindenkinek van, hogy én nekem mi volt az életemben egész gyerekkoromban, és ezzel megdöbbentem, hogy most tudatosult bennem, hogy pont úgy működtem, mint az alkoholisták kisgyerekként. Én nagyon sok embert hallottam már szabad és boldog szívvel a misszió hitvallását énekelni. Ez a hitvallás így szól, Jézus Krisztus megszabadított. Áldom az Isten bárányát. De ez is fontos, hogy a nemivás az még nem egyenlő a gyógyulással. Ugye egy másik segítségnyújtó hely ezt mondja, hogy száraz alkoholisták maradnak. Hát aki nem akar a személyiségében, a lelkében változni, újjászületni, Istennel járni, az valóban az marad, és egy ideig bírja, ugye ezt úgy hívjuk, hogy kibírja, de egészen más kibírni alkohol nélkül, vagy pedig azt mondom, hogy szabad nekem nem inni. A legnagyobb veszélynek azt látom, hogy Dömösről kikerülve az emberek fölébrednek, és érdeklődnek, és megszabadulnak, de ha nem tartják ezt életben, és nem járnak alkalmakra, és nem ápolják azt a kis kezdeményt, a kis hitüket, akkor sajnos nagyon sűrűn előfordul, hogy visszaesnek. És hát ugye a szabadságot azért ma úgy értelmezik, hogy azt csinálom, amit én akarok, és így akartuk az alkoholt is, de nem szabadság lett belőle. Itt meggyógyul az alkoholista attól, hogy ő alkoholista volt, és soha nem fogyaszthat többet alkohol. De hogy fönntartani ezt az állapotot, ugye ez egy kemény munka. Hála nélkül megint csak aztán nem működik a dolog, hiszen az ember csak úgy zsebrevágja. Volt nekem egy ilyen időszakom eleinte, elfogadtam a szabadítást, de én azt a lánykereszténynek mondtam magamat, úgy gondoltam, hogy nincs nekem szükségem Jézus Krisztusra, illetve azt mondtam, hogy Uram, egy picit maradj mögöttem, aztán a gáz lesz, majd átra szólok, és akkor újra jöhetsz, ez így nem működik. Sokan azért az Istenről sokféle rossz elképzelést hordoznak. Megbüntet, nem vagyok elég jó neki, vagy én már mindent tudok, nem ezzel van a baj, de ott van a baj, mindig a hittel van a baj.
És ez nem azt jelenti, hogy eddig nem hitt, hanem azt jelenti, hogy az életében ezen a területen nem élte meg a hitét. Akkor most itt a lehetőség, hogy megerősödjön, megújuljon, hogy változzon. A változás ez a legfontosabb, hogy merjek változni. Vannak csoportok, akik úgy gondolom, hogy egy átmeneti csoport a gyülekezet felé, hogy akik beépültek csoportba, ahol szintén az ige az első, és a közös megosztás, beszélgetés igéről az életünkről, az éneklés, az imádság, ez segítse őt, hogy merjen belépni a gyülekezetbe, és sokan be is lépnek. A pénteki alkalmunk az ugye utógondozásnak felel meg tulajdonképpen. Általában már a szabadult testvérek vannak jelen, vagy pedig akik szabadulni szeretnének, mi még szoktuk őket hívni, hogy legalább egyszer jöjjenek el és nézzenek itt körül, hogy mégis miről van egyáltalán szó. Katának az édesapja, az Zoli bácsi, Balogh Zoltán tiszteletes úr és a felesége, a Margit néni csinálta ezt az alkalmat is, és a dömösi gyógyítót is, ők szolgáltak a misszióba. És hozzájuk híven, ahogy ők elkezdték, tehát minden pénteken itt vagyunk, és nagyon hiszünk az Úr Jézus szabadításán túl a csoportnak a megtartó erejében. Az alkalmaink úgy épülnek fel, természetesen ez így a legfontosabb, tehát igehirdetőket hívunk meg, mindig vendég igehirdetőnk van, minden alkalomra más, és utána pedig beszélgetés az igéről, magunkról, dolgainkról, örömeinkről, bánatról, ami velünk történt. Talán kicsit különös az, hogy egy új függőségről beszélnek. A Krisztustól való függőségről beszélnek. Fel lehet cserélni azt a megkötöző függőséget a felszabadító függőséggel, és ez pedig csak a Krisztussal való közösség, Isten megismerése. Mi minden este dömösen együtt imádkozunk egy páron, és mindig oda tesszük, hogy Isten, te munkálkodsz, nem mi. Mi csak eszközök vagyunk. Azt hiszem, hogy arra jó ez az út, amit így visszanézve látunk, hogy megtapasztaltuk Isten hűségét, hogy mindig ott volt a bajban is, az örömben is, és mindig, mikor a legnagyobb kétségbeesésben voltunk egy komoly betegség kapcsán, akkor is éreztük az ő, hogy ő nem hagyott minket abba sem cserben, a bajban, és olyan jó abba megerősödni, hogyha eddig velünk volt, 28 éve velünk van, akkor már végigjárjuk vele ezt az utat, és hogy ez a komoly nagy gond az alkoholizmus, hogy ezt Isten olyan egyik pillanatról a másikra el tudta rendezni, és el tudta venni, és adta önmagát helyette, hogy az betöltse azt az űrt, ami az ember lelkébe volt. Isten soha semmit nem akar lenyomni az ember torkán, hanem azt mondja, ha akarsz, jössz. Elfogadlak úgy, ahogy vagy. Teljesen mindegy, mit hozol. És merd elhinni, hogy ahogy én szeretlek, az jó neked. És ebből születik az új élet. Hogy meri vállalni, hogy lehet a múltat így Isten kezébe tenni. Nagyon szeretném, ha ennek a missziónak a szolgálata egész Magyarországon és az egész Kárpát-medencében, és mindenütt a világon, ahol ilyen mentő misszió van, arról tudna szólni, hogy azt a függőséget, ami megkötöz, amiben ugyan egy ideig, óráig jól érzem magam a barátom mellett, és nem is tudok másra gondolni, mert ő megfogott engem, megragadott engem, bár tudom, hogy hazugságokat suttog a fülembe, de fel lehetne cserélni a Krisztussal való függőségre, ami szabaddá tesz, és lehetne valóban szabad szívvel áldani az Isten bárányát, aki ezt a valóságos szabadságot és az új életet ajándékozza a számunkra.